Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket és hallgatóinkat. Itt a stúdióban pedig vendégeinket, Tóth Péter zeneszerzőt, a zeneművészeti tagozat vezetőjét, és Sára Ernő grafikus művészt, a Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozatának vezetőjét. Így már természetesen, hogy a tagozatokat megemlítettem, a témát is előre bocsátottam, hogy itt a tagozatokról fogunk beszélgetni, azon belül is a 2023-as évről egy picit elemezgetjük de mielőtt belevágnánk azért a hálánakat, adjak egy-két szót, mert nagyon köszönjük, hogy szakítottak ránk időt és energiát, hogy itt vannak a stúdiónkban, itt talán a háttérből látszik is a télies időből, a dátum sem titkol, december 7-én veszük föl ezt a beszélgetést, itt a karácsonyi forgataktól kezdve az évvégi sok-sok munka miatt viszonyára nem volt egyszerű ezt megoldani. Ha jól tudom, tagozat vezető úr a világ kisé másik végéről mondhatjuk, így érkezett most, nem hiszem, hogy sikerült kipihenni, de ez nem látszik frissnek, tűnik szerencsére. Honnan érkezett most, mi volt ez a legfrissebb élmény? Kínából jöttem 8500 kilométerről egyenesen, hát elég kalandos úton itt a havazás, ugye megnehezíti a repülőjáratokat is, úgyhogy 36 óra alatt sikerült megtenni ezt a távot, de most már jól vagyok, meg túl vagyok egy tanításon is, úgyhogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy minden rendben van. Munkaügy volt ez is? Egyetemi ügy volt, igen. És önnek hogyan terjik itt a december munkával inkább, vagy már egy kicsit a karácsonyi készülődésé a hangsúly? Kifelé fújom a levegőt, már hál' Istennek, munka azért van, állandóan adódik, de én most én nem Budapestről egyenesen a hótakarításból jövök a házam körül. Ha a 2023-as évet veszük, amiben benne vagyunk még, de azért a, a nagyja már lement, Nyilván nem fogunk nagyon a részletekben meg a teljeség igényével elveszni mindenben. Hatalmas anyagot nyomtattam én is ki, ahogy készültem, akár csak a honlapunkon megjelent cikkekből is látszik, hogy jó sok esemény volt, akár csak a kettőjük tagozatával kapcsolatban is. De hogyha csak úgy visszaemlékeznek önök szerint a későbbiekben a 23-as évre, akkor mi lesz vajon az, ami elsősorban eszükbe jut majd itt a Művészeti Akadémiával munkájukkal kapcsolatban? Hát azt gondolom, hogy nyilvánvalóan az elnök az amik meghatározta ezt az évet, hogyha most nem a programokról beszélünk, hanem általában az MMA működéséről, hiszen ez egy jelentős esemény, hiszen hat, hat év után választottunk új elnöksöt és elnökséget, azt gondolom, hogy ez alapvetően befolyásolja mindig a gondolkodást és a jövőnképünket is mindenképpen. Akkor így általánosságban az MMA-val kapcsolatban tagozatvezető úrnak? Nekem az jut az eszembe, hogy ugye hat új akadémikussal levelező taggal bővült a tagozatunk, amiénk egy elég bonyolult tagozat, mert alapjában 9 műfajról beszélünk, de ha szétbontom, akkor van ez 30 is. És nekem a figyelmem arra koncentrálódik ilyenkor, hogy a műfajok közti arányosság itt a tagfelvételeknél ugye valahogy működjön, ez nem tud száz százalékban, de javarészt megvalósult ez a dolog. Hát aztán jöttek a nagy kiállításaink, ugye. Itt 84 résztvevővel a Vigadóba a staféta, ami embert próbáló volt, mert ennek a fele volt akadémikus, még a felese, hanem ugye minden akadémikus kézen fogott egy fiatalt, idézőjelbetett fiatalt, akiket nem annyira ismertünk. És ezért a nyára eső szervezés az bizony sok bonyodalmat okozott, és 84 emberrel egyeztetni, megszervezni, hogy mit hoz, mikorra hozzon, hogy készül el. Hál' Istennek megnyílt ez a kiállítás szeptember 15-én, és le is bontottuk most november 19-én, amivel még nincs vége, mert még a kedves művészek még azért itt felejtettek egy-két művet, tehát erre figyelni kell, hogy azok is hazakerüljenek akkor folytassuk is ezen az úton, hogyha hogy csak életem, egy kiemeltnek, talán ez volt a legjelentősebb. Igen, én azt hittem, hogy csak ennyi lesz. De aztán meglepetésemre, nem tudom, hogy büntetésből vagy jutalomból kaptam egy Bukaresti Lisztintézet felkérésére rendezendő, kifejezetten akadémikusokra fókuszáló grafikai kiállítást, ahol nem volt egyszerű a tér, tehát ami a kérés lényegei plakátok, hát arra négy alkalmas fal volt, ezt ki kellett egészíteni illusztrációkkal, kisebb művekkel. Ez is megnyílt, sikere is volt. A nem vált sikere az az, hogy a látogatók közül egyik kolléganőnket áttételesen megkérdezte valaki, hogy vásárolni szeretne a műveiből. Tehát ez egy ritka dolog, ez egy ritka dolog és öröm. Ezen is túl vagyunk, hál' Istennek, de hát azért sok apróbb dolog ugye elmaradt, ezeket még ki kell fésülni, úgyhogy most is a Bajza utcából jövök, mert folyamatosan van tennivalónk. A zeneművészet terén mi lehet az, ami talán a leg emlékezetesebb lesz az évről. Én két olyan programot emelnék ki, ami más, mint amit más hangversenyszervezők csinálnak. Ugye ez mindig régi kérdés, hogy a, ahhoz, hogy megmutassa magát az a tagozat, tagozathoz, tulajdonképpen hangversenyeket kéne szerveznünk alapvetően, de igazából ugye az MMA nem hangversenyszervező cég, ezt a kettőt kell valahogy ügyesen kombinálni. Két olyan programunk van, amire nagyon büszke vagyok, az egyik Szecsődi Ferenc hegedűművész kezdeményezése, ez pedig a Magyar Hegedű ünnepe, amit a Pesti Vigadóban egy két, illetve két és fél napos rendezvény, amely Egyrészt bemutatja a, hang, a magyar hangszerészeknek a legjobb hangszereit, fiatal tehetségeket mutat be, ezek egész napos rendezvények, rövid, hosszabb hangversenyekkel, kamarakoncertekkel, Ez egy rendkívül különleges rendezvény is rendkívül népszerű, tehát ez gyakorlatilag mindig teltházal működik. A másik pedig a Magyar Dal napja, amit ugye nyilvánvalóan nem mi találtunk ki, viszont úgy tűnik, hogy lassan már mi vagyunk az egyetlen olyan cég, amelyik ezt folyamatosan életben tartja. Ráadásul mi ugye a komoly zeneterén folytatjuk ezt a Magyar Dal napját, tehát mi a, a magyar kortás dalokkal foglalkozunk ezen a szeptember hétvégén, és azt gondolom, hogy ez egy különleges pillanat, egy különleges esemény, egy olyan, ami, ami mindig nagy érdeklődésre tart számon, és, és amit szívesen csinálunk minden évben. Akkor talán tekinthetjük ezeket a, a kiemelteknek. De mielőtt tovább mennénk, és... E részleteiben is kitárgyalnánk az év eseményeit. Tudnának segíteni azoknak, akik mondjuk úgy nézik most a Youtube-on ezt a videót, hogy nem annyira ismerik belülről az ember már működését, a tagozatok működését. Hogyan zajlott 22-ben, vagy hogyan zajlik akár most a tervezése egy következő évnek, és mennyi mindent terveznek, mi alapján priorizálnak, és hogyan sikerül mindezeket utána megvalósítani? Tervezzük általában az akadémikusok felvetése és a bejövő igények alapján, azt nem mondom, hogy hogy ezt osan tudjuk teljesíteni, tehát itt szelektálni, válogatni kell a rendelkezésünkre álló költségkövet kapcsán is, ugye különböző rendezvényeknél, meg arra figyelünk, hogy a sok műfajúság kapcsán ugye ne legyünk monotonok, tehát mindig próbálunk egy más műfajt előre hozni, egy más műfajt akcióba hozni, Általában nálunk a következő évre előre kell tervezünk, de most se állítom azt, hogy a 2024 kapcsán százszázalékosak vagyunk. Tehát még várunk ötleteket, várunk jelentkezéseket, és jönnek váratlan jelentkezések is, amit kezelni kell. A mostanit veszük, akkor a 22-ben tervezett 23-as év mennyire hasonlít a megvalósított 23-as évhez? Ahhoz pluszokat kaptunk tehát amit mi beterveztünk, illetve bocsánat, van egy olyan, volt egy olyan betervezett konferenciánk, amit nem sikerült létrehozni, ezt a Moméval együtt akartuk megrendezni. Nevezetesen ennek a konferenciának az lett volna a lényege, hogy mi az oka annak, hogy kitűnő tervezőink vannak. Tehát el tudom mondani így a hallgatóságnak, hogy amit nem nagyon tudnak, hogy mondjuk az olasz tengerparti jaktokat, hajókat magyar tervezők tervezik, javarész vagy svájci cipőket magyarok terveznek, vagy a dubai reptéren lévő ülőbótorokat, vagy autogyárak tömegének dolgoznak magyar tervezők. Ezt volt, amikor el tudtuk mondani, nem tudjuk mindig elmondani. De a baj, hogy ezekből a kitűnő tervekből, nagyon ritkán lesz termék, eladható termék. És amikor azt látjuk, hogy például kitűnő bútorterveket az olaszok gyártanak le helyettünk, vagy képtelenek vagyunk megoldani olyan, olyan brilliáns ötleteken alapuló, és mondjuk sporteszközöket, mássá tevő dolgok, a nagy tesztelések alapján ezt szeretnék a használók megvenni, akkor ugye lehetetlen, hogy mondjuk egy Amerika vagy egy Kína tízezer mintadarabot kér, hogy ugye ezzel tesztelje meg a piacot. Most ezt hogy lehet legyártani? Ezt egy magánember képtelen létrehozni, és gyakorlatilag a gyártási hasznot, azt mindig mások viszik el. Tehát nem tudjuk itthon tartani. És ez egy nagyon nagy probléma, mert hiszen ha csak egy sporteszközről beszélek, mondjuk egy, egy ami másképp működik, mint a többi, vagy egy ilyen gördeszkáról, ami megint másképp működik, mint a többi, és ezt tesztelve ezt választották a gyerekek, akkor Miért mindig külföldi viszi el ennek a hasznát, hiszen itten alkatrész utánpoltásoktól kezdve folyamatos gyártásokig és tízezer és százezes nem tudjuk megvalósítani. Nem tudjuk megvalósítani, mert a tervező egy idő után elunja, amit elad itthon pár darabot, abból neki a világszabadalmat kell fizetni, ugye, hogy a kínaiak ne vigyék el három perc alatt, vagy bárki ezt a kis ötletet. És nem tud terméké válni, nem tud az ország hasznot csinálni belőle. Na most ez nem jött létre, ez a konferencia, szóval ezt nem tudtuk megtervezni, mert nyilvánvalóan ennek akkor van értelme, ha itten döntéshozók is részt vennek ebben az egész dologban. Inkubátorházakat kéne csinálni, vagy ugye ez nem egyszerű dolog, tehát azért felszerelni műhelyeket úgy, hogy ilyen tételszámú, és sorozatokra képesek legyenek, ez azért beruházás. De tény az, hogy a mi területünkön 3-4-5 olyan terület van, ahol elengedjük ezt a gyártási hasznot. Sajnos. De tervezzük továbbra is, hogy ezt meg fogjuk csinálni, mert ennek nem kéne így működni. Rögtön visszatérünk akkor az imént feltett eredeti kérdésemre, de még erre kössek rá annyiban, hogy tettek a tagozatoknak van egyfajta ilyen elméleti Próbálkozása is, hogy próbáljon ilyenekben a döntéshozóknak tanácsokat adni, hogy egy ilyen jelenséget, ami azért hosszú ideje tart és lehet, hogy tart is, még hogyan lehetne megoldani. Ezt szolgálta volna most ez a konferencia. de... Ezt szolgálta késik, volna. Ez a sok műfajuságból egy-két műfajra igaz, a formatervezésre például. Uh -huh. Amúgy is most Szóval ezt nem értem a döntéshozók szempontjából is. Tudják az hogy mi az, hogy textil, tudják, hogy mi az, hogy kerámia, még talán grafikát is de a tervező művészeti részek, tehát ez például hogy az a formatervezés, amelyik hozzáadott érték. Tehát, azért, tehát ez megint egy, ez egy bevételi forrás. Ez valahogy a díjak, a figyelem mindenfajta tekintetbe e, úgy elsikad, és például nekünk most a tagfelvétel, amikről beszéltünk, tudtuk pótolni. Három forma tervezőnk halt meg az elmúlt pár év alatt, ugye, és nyilván pótolnunk kell, hogy képviselje legyen a szakterület. Alig tudtuk pótolni azért, mert Ferenci díjig nem jutnak el a figyelem hiányába azok az egyetemen tanító és egyébként kitűnő termékeket tervező kollégáink, akiknek egy megint más vonalon azt kell mondjam, hogy az autóbusz megállóiktól kezdve a vízmelegítőikig, amit itt terveznek, például francia cégek vesznek át és gyártanak. Tehát ez nekem fáj, mert ez egy tiszta iparág, tehát gyakorlatilag ez nem gumigyártás, vagy, vagy mit tudom én, egyéb könnyöti terheléssel járó dolog, és valahogy ez teljesen a döntéshozók, irányából, ugye ilyen figyelmen kívül, ha, tehát mi kötelességünknek érezzük, hogy felhívjuk a figyelmet. Bízunk benne, hogy ez Igen. megvalósul akkor Igen. valamikor, és akkor most visszatérve ugye az eredeti kérdésre, hogy a civileknek is segítsünk egy picit kvázi a megértésében, hogy a tervezés folyamata, hogyan zajlott 2022-ben, mennyire sikerül ilyenkor ezeket megvalósítani. Mi általában másfél évvel előre tervezünk a tagozaton belül, ez több hónapi egyeztetést, ötletelést és végül megvalósítás előtti állapotot jelent. Azt jelenti, hogy a 23-as évet ugye 22 elején véglegesítjük már gyakorlatilag. Ez azt is jelenti, hogy már minden fellépőt, minden koncertet, minden dátumot rögzítünk, a honoráriumokat, pénzügyi részét, ezeket tisztázunk. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen teljes egészében sikerült megvalósítani mindent, amit terveztünk erre az évre. Mi gyakorlatilag zenei eseményeket, komoly zenéprojekteket. projekteket, vagy saját magunk hajtunk végre, vagy pedig támogatásként szállunk be különböző létező projektekbe, nyilván részben szervezésben, részben pedig a anyagi segítséget nyújtva ezeknek. Nálunk nagyon fontos, mint éként gondolom a többi tagozatnál is, hogy olyan területeket támogassunk, amelyek esetleg kevésbé vannak reflektorfényben. Tehát a, a budapesti hangversenyeken kívül számunkra fontos, hogy vidéki események is Támogatásra kerüljenek, a kortárzenét nagyon fontosnak tartjuk, hogy támogassuk valamilyen módon, akár saját szervezésben, akár úgy, hogy vidéki együtteseket fölkérünk komoly zenei kortárs koncertekre. Fontosnak tartjuk a zenei versenyek támogatását, tehát azokat a versenyeket, amik nagyon mostoha körülmények között működnek, viszont rendkívül fontosak a szakmai utánpótlás szempontjából, hogy ezeket anyagilag támogassuk. Szeretjük az olyan programokat, mint amit az előbb is említettem, amik különlegesek, amelyek nem a 22. Beethoven koncert Budapesten, ami egyébként nyilván nem a mi dolgunk, hanem olyan rendezvények, amik máshol nem láthatók, nem hallhatók, és hát nagyon fontosnak tartjuk erről, nem beszéltünk, de azt gondolom, hogy minden tagozat életében a legfontosabb, hogy olyan díjakat osszunk ki olyan művészeknek, akik nincsenek a reflektorfényben, vagy sokkal kevesebb fényesik rájuk, mint amennyi kellene, viszont a szakma ismeri őket, elismeri őket, fontosnak tartja a munkájukat. És minden alkalommal akkor átadjuk ezeket a díjakat, én elmondom, hogy a mi életünkben is egy nagy pillanat, ez is azt is látom, hogy a ünnepeltek a díjazottak számára, és ezek kiemelkedő pillanatok az életben. És ilyenkor az önök reflektorfényében mégis hogy kerülnek ezek a művészek? Hát egy-egy tagozatban ugye milyeng több mint 30 akadémikus van az ország legkülönbözőbb pontjáról. Tehát ráadásul ez egy kis szakma, ellentétben a, a, a tietekkel, ugye mi aránylag egy szűk világban mozgunk, előadó művészet, illetve oktatással foglalkozik mindenki, illetve ez a kettő néha keveredik, illetve legtöbb esetben keveredik. Tehát azt gondolom, hogy nagyjából lefedjük, ismertségben az országot, tehát mindenkinek van csápja sok felé az országban. Én például, bár Budapesten élek, Szegeden tanítok, tehát a Szeged és környékét is ismerem, és ugyanígy vannak az akadémikus társaim is. Tehát ezek az emberek úgy kerülnek be, hogy mi ismerjük az ő munkájukat, ismerjük a növendékeiket, akiket ők oktatnak éveken keresztül, látjuk az eredményeiket. De mivel ugye ez egy szűk szakma, kevésdi lehetőséggel, azért ők gyakorlatilag esélytelenek arról, hogy egy komolyabb kitüntetést kapjanak, állami kitüntetést, ahogy te is említetted. Éppen azért fontos, hogy a tagozatok rálássanak, és ezeket jutalmazzák, ezeket az embereket. Az hallhattuk, hogy a egyik iparágban itt az iparművészeti tagozatnál talán ezt a szót tényleg így lehet használni az önök esetében, ez kevésbé, hanem mint a műfajban. Az önök esetében vannak ilyen hasonló problémák, tehát például ez a külföldre csábítják a szakembereket, művészeket adott esetben, akiknek itt is lehetne egy szép karrierjük. Milyen ilyen általánosnak nevezhető nehézségekkel kell szembenézniük, amin adott esetben megpróbálnak szak tagozatként segíteni és a döntéshozóknak szintén tanácsokat adni. Ilyen típusú problémával mi nem találkozunk. Mi sokkal inkább azzal találkozunk, hogy a fiatal tehetséges zenészek mennek külföldre, már akár felsőfogú tanulmányaikat is külföldön folytatják. Ennek számtalan oka van, ami nagyon messzire vezetne, de mindenképpen fontos, hogy foglalkozunk a művészeti felsőoktatás kérdésével, ami számtalan sebtől érzik, és számtalan megoldandó probléma van. Egyébként létezik, pont az én vezetésemmel létezett ebben az évben egy művészeti felsőoktatással foglalkozó bizottság itt az MMA-n belül és meg kell mondjam büszkén, hogy volt néhány olyan kérdés, amit sikerült a minisztérium elé terjesztenünk, és ezek nagy része meg is oldódott az év folyamán. Tehát azt gondolom, hogy nem teljesen szélmalomharc, amit vívunk, és időnként azért odafigyelnek arra, amit a MMA művészei akadémikusai fölterjesztenek, előterjesztenek ugye ezt tisztáztuk, hogy a teljeség igényét ezt nem próbáljuk most előhozni, de azért mégis egy picit úgy lubickoljunk még ebben az évben, pár eseményt megemlítenének az évből, amikre még fontosnak tartják, hogy beszéljünk egy pár mondatot, ha így összefoglaljuk visszatekintően. Hát ez a staféta kiállítás egy különleges kiállítás volt, pont abból adódóan, hogy minden akadémikus műfajra való tekintet nélkül, tehát nem okvetlenül a hozzátartozó műfajra reflektálva, megnevezhetett egy fiatalt. Hát ez sok százalékban sikerült, természetesen száz százalékig soha semmi, de ebből adódóan ugye ez egy olyan kiállítás volt, ami nem terjed ki erre az iparművészet, tervezőművészet fogalom teljes körére például, amit én hiányoltam, mert ugye semmilyen módon nem akartunk befolyásolni a választásokat, Hát mondjuk egy nagyon fontos az öltözék tervezés, mondjuk a textilből, az kimaradt, ami persze látványos is, de hát ennek oka volt, hogy pont egyik kolléganőnk ennek a szervezési időszakában, tehát a nyáron hagyott el minket, és nem tudott ugye megnevezni fiatal kollégát, ezt nyitva tartottuk, viszont egészen meglepetésszerű, kitűnő munkák, kitűnő alkotók vettek részt ezen a kiállításon. Nekem egy mániám azt, hogy ezt a sok műfajosságot is megpróbálom mindig tágítani. Tehát ugye ez mondhatnám naponta változik, megjelennek új műfajok és olyanokat is behozni, ami nem szokványos. Tehát az iparművészet ilyen kilenc meghatározó alapműfaján túlnyúló dolgok, ezt is sikerült, és olyan érdekes, hogy egy ilyen tárgy keltette föl a legnagyobb figyelmét ugye a közönségnek. Még a tévéstávnak is, aki kijött, örülök ennek, mert a mögötte lévő munka az azért kőkeményen az iparművészethez tartozik, és nagyon nívos dolog volt ez. Ez, ez, volt szerintem az év legfontosabb eseménye, és természetesen kollégáink, tehát akik akadémikus társaink, hát szerte a környezetünkbe kiállításokhoz kapnak felkérést, ugye? Sok ilyen van, nem mennék velem, mert véletlenül ha egyet kihagyok, akkor aztán majd kapok holnap. Nagy a nyüzsgés, nagy a mozgás, és ugye rengeteg ötlet is van, amit hát nem mindig tudunk, tehát hogy ezek túlnyúlnak a mi szervezési és anyagi lehetőségeinken. Néha de ezeket feljegyezzük, amiről kezdtem az egészet a tagfelvétel, itt is voltak olyanok, ahol váratlan dolgok jöttek be, és kimaradt olyan egy szavazat miatt kimaradt olyan, aki fontos lett volna egy bizonyos műfaj feltöltése érdemében, de majd eljön a következő év, meg a következő év, úgyhogy ezt folytatni fogjuk. Én megtartottam az év utolsó tagozati ülését, hogy mindenki az adventtel foglalkozzon meg a családja, vagy esetleg generáljon újabb ötleteket. Ebbe az évben mi ezt ezt most tagozati szinten ezt most leáll, leállítottuk, tehát készen vagyunk ebből az évből. Az terén van még egy pár dolog, amit megemlítene az évből? Két olyan eseményt említenék meg, ami szívemhez nagyon közel. Az egyik, minden évben megrendezzük a kerekszületésnapos akadémikusok hangversenyt. Ez azt jelenti, hogy nem zeneművészeti tagozatban a nullára vagy ötre végződő, születésnapokat ünnepeljük meg egy közös hangversenyen, általában van egy, egy, állandó fellépője ennek a hangversenynek, és még pluszban hívunk szólistákat, és ezek a, mindig olyan műsorszámok vagy előadók, amik egy-egy akadémikus vagy egy-egy ünnepelt akadémikushoz valamilyen módon kötődnek. Így volt ez idén is, egy rendkívül szép, színes és azt gondolom, hogy egy szívet melengető hangverseny volt. A másik pedig egy zárt körű rendezvény volt, inkább érdekesség kedvére említem meg, sikerült a volt kecske most Makovec hogy akadémiai szalomba egy új hangszert vásárolnunk, és egy zárt körű rendezvényen egy zongora avató, pianino avató koncertet szerveztünk. A dolog érdekessége, hogy, hogy olyan művészek léptek föl ez a kis mini színpadon, mint Lantos István, Bogányi Gergely, Balázs János, dobozi borbála, hogy csak néhány nevet mondjak, azt gondolom, hogy egy ilyen esemény már önmagában is egy különleges kuriózum, és tényleg egy nagyon szép bensőséges ünnepi pillanat volt erre, büszke vagyok. Volt szerencsém, mintha tegnap lett volna Sára Ernő akadémikusorral az előző évnek az értékeléséről már egy beszélgetést annak idején szervezni, és akkor, ha jól emlékszem, ön kihangsúlyozta, mint egy ilyen arszpoétika szerűen, hogy fontosnak tartja nagyon az, az egyenlőséget, a kiegyenlítődést ugye a tagozaton belül a különböző műfajoknak, akár létszámban, akár odafigyelésben, lehetőségekben akkor még arról beszéltünk, hogy 23-as évnek ez egy része is feladata lesz. Ezt mennyire sikerült megvalósítani? Nagy részt igen. Nagy részt igen, ugye már az akadémia kezdetén, tehát az Egyesületből való átalakulás kezdetén arányában sokan voltak a textilművészek. És ezért nagyon sokáig nem is vettünk föl. Viszont elhalálozások folytán, ugye, ahogy említettem, a formatervezők ő, szinte egy főre csökkentek, tehát ott muszáj volt lépnünk, és ugyanígy volt az üvegművészeknél is, hogy szintén elhalálozások miatt ugye muszáj volt lépnünk, hogy a műfaj kellőképpen képviselve legyen. Na most, hogyha két-három emberről beszélek, arra kell mindig gondolni, hogy ez, ez nem egy monolit dolog, hogy hogy üvegművészet. Mert ott vannak, akik hideg technikával dolgoznak, vannak, akik épületüvegeket csinálnak, vannak, akik meleg technikával. Tehát ezek mind külön, ezek szerte ágaznak, azért mondtam, hogy ugyanígy a textilnél is. Tehát tulajdonképpen, még ha sokan is vannak, ott is van mit tenni. Hogyha eljutunk egyszer odáig, hogy textilművészt veszünk föl, akkor akkor figyelemmel kéne legyünk az iparművészet területén működő textilesekre. Jelen pillanatban a textileseinknek szinte 100%-a falikárpitos vagy goblenes. Na most akkor hol vannak a butorkárpitok, a háztartási textilek, tehát ami a valóságos iparművészet, ugye, tehát nagyon sok mindenre kell figyelni. Megvalósult egy, egy olyan dolog történt, ahol nem várt módon bejött egy kollega, aki egyébként világhírű és határon túli. És egy szavazattal lemaradt egy olyan ötvös kollégánk, akit viszont szerettem volna az ötvösök növelésére, tehát számeli növelésére használni. Egy fiatal, viszonylag fiatal kollega. De hát azért mondom, hogy nem múlt el semmi, tehát ezt majd folytatjuk. Eszembe jutott, hogy van még egy olyan programunk, ami elmaradt, szterbevetett programunk, de ez most már sok év óta folyamatosan csúszik, ami egy nagyon nagy feladat és felvállalás. Az például a magyar hirdető plakátarchívumának és nyomtatvány nyomtatványarchívumának hirdetményarchívumának a feldolgozása. Itt mind a két esetben Tízezres nagyságrendű tételekről beszélünk, és erre már többször szerveztünk csapatokat, egyetemistákat a manuális és a felmérő munka elvégzésére, szerveztünk művtörténészeket is, de valahogy a kutatóintézet igazgatója, Kocsis Miklós meghalt, aláírt szerződések, leomlott az egész. Újra kell építeni. Az idei programunkban ez megint megvolt, de azok a képzőnözeti egyetemisták, akik vállalták volna ennek a munkának a, az ömét, a felmérést, ugye a szkenelését, tehát a lefotózását a dolgoknak, hát azok most már diplomáztak és elmentek a képzőszeti egyetemről, ugye, hogy új csapatot kell szervezni, és hát ami az ide nem sikerült, folytatjuk jövőre. Idén egyébként egy nagyon nagy projektje volt, hogy egy ilyen csúnya szóval éljek, de a vezetőség fontosnak tart, hogy mindig kiemelni joggal a regionalitást. Ha úgy veszük, akkor mennyire sikerült a tagozataiknak, nem csak most, hanem hosszú távon is, de ebben az évben pláne kilépni a főváros centrikusságból, mennyire sikerül országosan jelen lenni, és akár a határon túl is, ugye legutóbb arról is beszéltünk, hogy azon is átívelően jelen lenni, mint magyar művészet. Az egy nehéz kérdés, mert ugye a regionális központok nem a, nem a tagozatokhoz kötődnek, hanem minden akadémikus bármelyik tagozatból bármelyik regionális központhoz csatlakozhatott. Tehát ilyen szempontból nincs rálátásunk és befolyásunk sincs, azt kell mondjam, a regionális ö, csoportok működésére. Én azt látom, hogy van rá kísérlet, illetve akarat, hogy a határon túl és megmutassák magukat a, a magyar művészek. Én azt gondolom, hogy kell még egy pár év, mire ez a regionális munkacsoport megmutatja magát, hogy igazából hogyan fog működni. Én azt látom, hogy pillanatnyilag még elég sok gyerekbetegségben szenved, de bízom benne, hogy ezeket ki fogja nőni hamarosan, és aztán ez egy valóban egy pozitív és, egy, és az akadémiát méltó szinten bemutató dolog lesz. Ez. nagyon fontosnak tartjuk egyébként a regionális megmutatkozást, tehát ugye ez egy Budapest központú ország, a művészeti élet is ide koncentrálódik. A zeneművészeti tagozat kezdettől fontosnak tartotta, hogy, hogy vidéken is megmutassa magát, tehát szerveztünk koncerteket vidékre, minden olyan zenekari koncertünket, amit itt a Vigadóban szervezünk, mindig vidéki szimfonikus zenekarral szervezünk, azzal a nem titkolt cél, hogy ugyanez a hangverseny a zenekar saját otthonában is elhangozzik. Ez így volt idén is, amikor a Szavária szimfonikusok játszottak a Szabadság című koncertünkön. Tehát fontosnak tartjuk ezt az egész országot lefedő tevékenységet, és ezért is mondom, hogy nagyon fontos a, a mi esetünkben a zenei versenyek támogatása, hiszen mondjuk egy, egy szombathelyi versenyen az egész ország fiatal hegedűs generációja megmozdul, megmutatkozik, és ezzel tulajdonképpen az akadémia jó hírét is visszük minden esetben. És hát nem beszéltünk még róla, ugye, hogy minden tagozatnak lehetősége van egy bizonyos összegig pályázatot kiírni, és nagyon fontosnak gondolom, hogy ezekkel a, ezzel a pénzzel úgy éljünk, hogy olyan, projekteket támogassunk, amik ennélkül nem tudnak megvalósulni. Ezek néhány százer forintos támogatásból megvalósuló programok, amik kiesnének a NK a lehetőségei közül, tehát nincs más lehetőségük megmutatkozni. És az azt jelenti, hogy évente 35-40 ilyen projektet tudunk támogatni. Ez talán a másik olyan kiemelkedően fontos cél, amit azt gondolom, hogy az MMA büszkén vállalhat magára. És ez minden tagozatra igaz, ugye? Tehát ez a pályázati Lehetőség. Igen, egy kicsit úgy csatlak ahhoz, amit Péter mondott. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy arra hagyjunk időt, hogy megismerjük egymást. Tehát olyan nagyon nagy rössel indultunk el, ugye, és az az igazság, hogy én a Veszprémi régióhoz csatlakoztam, meg a Miskolcihoz is, de a kettő túl sok, azt már látom, és rész is vettem, már előadást is tartottam Veszprémbe. Igazából meg kell ismerjük az ott lévő kollégákat, mert ugye főleg azokról van itt szó, akik nem tudják önmagukat olyan módon menedzselni, ugye, hogy szem elé kerüljenek állandóan, és roppant értékek vannak, roppant értékek vannak a vidéken is. Látom a Veszprémi régiónak a programjából, hogy hihetetlen értékes konferenciákat, előadásokat tartanak, Sajnos vezetőként nem tudok mindenütt ott lenni a távolság kapcsán se, és azért mondom, hogy bajom is van, hogy egyszerre kettőbe részt vegyünk, mert szinte napos különbségekkel vannak rendezvények Veszprémben, meg Miskolcon. Most ez szinte lehetetlen, ugye ezt teljesíteni. Nagyon fontos, hogy egyrészt mi fölássuk, tehát szembe kerüljünk azokkal a művészekkel, akiket eddig nem ismertünk, és tényleg jó teljesítményeket csináljunk. És az is fontos, hogy az akadémiának a tevékenységét, a segítőkészségét ugye közvesítsük ide a régiók felé. Rengeteg kapacitás van ebbe a dologba, tehát én is azt mondom, hogy ez majd kiérleli magát, mondom, Veszprém tekintetében meglepett engem, hogy milyen nívós rendezvényeket csináltak. És ez biztos, hogy jó lesz. Én ugye azzal kezdtem, hogy egy kis humor is legyen a dologba, ugye, hogy ne az legyen, hogy itt lemennek a pesti művészek, és akkor hirdetik, hogy mit kell, hogy visszük az észt, ugye idézőjelbe téve, de ugye az se legyen, hogy majd mi itten helyben megoldjuk, ti csak hozzátok a pénzt. Tehát ez a két végpont között kell egy nagyon egészséges és egy jól működő és egymásra beszélgető programsorozatot csinálni a határokról három külön kis területen szerettem volna beszélni. Az egyik ez az országhatárok, meg a regionális határai. Most említeném akkor a másodikat. A generációk, magyarul inkább szebben mondva nemzedékek közti határok. Ugye a stafétát már pont mondta, ami nem hogy részben erről szól, hanem erről szól alapvetően. De mit tudnának mondani a saját területükről a nemzedékek közti kapcsolat? Legyen itt szó akár a pályázatokról, akár az rendszerről. hogyan működik ez most a idősebb és a fiatalabb generációk között? Én őszintén szóval nem látok problémát ebben. Tehát az akadémikusaink között van 35 éves és van 90-hez közelítő is. Nem okoz problémát. Ugye egy szabunk van a minőség minden szempontból. Tehát legyen az alkotóművész vagy előadóművész, csak a teljesítmény az, ami, ami meghatározza minden szempontból. Fontosnak tartjuk a fiatalok támogatását olyan szempontból, hogy szervezünk hangversenyeket, ahol be tudnak mutatkozni azok a az ifjú tehetségek, akik már azért bizonyítottak valamit, nem most bújtak ki a, a tojáshéjából. De fontosnak tartjuk, hogy az idősebb generációt is folyamatosan bemutassuk. Jövőre lesz egy olyan hangversenyünk, amire nagyon büszke vagyok. Ezt Hőna Gusztáv hasonló művész szervezi évek óta, ő talán. A legnagyobb magyar sok egyike, azt nyugodt lélekkel állíthatom. Ő egy olyan hangversenyt szervez iszonyatos erővel, ahol a magyar művek fognak megmutatkozni. Harsonaversenyek, versenyek, trió, kamaraművek, egy egy igazi hasona ünnepet mert legyünk rá büszkék, hogy, hogy ezen a hangszeren is egészen fantasztikus magasságokig el lehetett jutni. Tehát én azt gondolom, hogy nincsenek, nincsenek generációs problémák, legalábbis nálunk nincsenek. Mind akadémikusok között, mind a támogatott programok között vannak mindenkinek szólók. És hogy említettem, a hegedű ünnep is olyan, hogy a Szecső Ferenc elhozza a legkisebbeket, a ekkora kis hegedűsöket és a nagy együtt, akik ott együtt. És hogyha az ösztöndieket említjük, az mennyire működik jól? Nagyon jól működik. Hát a legnagyobb ösztöndíjunk ugye ez a három éves ösztöndíj program, ami jelentős, tehát anyagilag is jelentős, és hogy számadatot mondjak, évente 1200-1300 jelentkező van összműfajba, és ebből ugye százat lehet évente elindítani, és ez most már az ötödik évébe fordul. Hihetetlen jó képességű emberekkel, fiatalokkal találkozunk. Ugye, miután 100 az összműfajba, ugye így az iparművészetre 11-12 juthat, ugye, hogyha elosztom itt a tagozatoknak a számát, itt szintén a sokműfajúság jelentkezik, és egészen kiugró jó. Nekünk ez a staféta kiállítás egy részére a fiatalokat ez, ez az ösztöndi programban vagy jelen pillanatban résztvevő, vagy már éppen ott végző fiatalok alkották. De amellett más merítésünk is van, nyilvánvaló. Hát éppen szombaton fogok megítni egy olyan kiállítást a palotában, akikkel személyiszer, mint sokakkal, de mint szervezettel nem találkoztam. Kíváncsi vagyok, hogy bizonyos dolgokat tudok, de hogy mi az elképzelésük egy ilyen újabb ilyen szerveződésnek. Tehát állandó mozgás van az iparművészet területén, nyilván ezt pedesztinálja a megélhetés, tehát hogy valahogy az elkészült tárgyakat ugye el is kéne adni, és nagyon remélem, hogy ezek a rendezvények alkalmat adnak arra, hogy a különböző műfajoknak a művészei képviselői elkezdjenek közösségbe szerveződni és beszélgetni egymással, mert néha a legnagyobb baja az, individuumokról van szó, hogy ugye mindegyik a maga kis műtermébe el van, de hát most megint humorral azt tudnám mondani, hogy a saját tagozatomban néha eszembe jut, hogy a tíz éve egymással szembe ülöknek, azt mondjam, hogy most álljál fel, mutatkozz be, mondd el a neved, és mondd el, hogy mit csinálsz. Mert egyszerűen annyira a maguk műfajába vannak, és ezt oldani kéne. Tehát, hogy jobban átlássa a másiknak a tevékenységét is. Nem könnyű feladat, mert nyilván a művész ezen túl is otthon a saját műtermébe fog dolgozni, gondolkodni, de nem át, hogyha a, a látótere tágul. Fantasztikusan segít nekem az átvezetésben, mert ez a hármas határ harmadik blokkja az pont az lenne, hogy a Akár tagozaton belül a művészetek között, de a tagozatok között. Mennyire erős ez a határvonal, mennyire látják egymás munkáját, mennyire van egyáltalán lehetőségük kapcsolatot teremteni, eszmét cserélni, művészetüket bemutatni. Hallottam itt korábban, hogy adott esetben a tanulmányutak segíthetnek, de mégis milyen fórumok vannak, vagy vannak egyáltalán hivatalos, vagy nem hivatalos fórumaik arra, hogy a tagozatok egymással kommunikáljanak, találkozzanak? Ez egy nagyon jó kérdés, és azt gondolom, hogy az egyik olyan problémája az MMA-nak, amit kezdettől fölvetünk azok, akik benne vannak, hogy legyen egy olyan klubszerű, rendszeresen vagy rendszertelenül, de működő összejövetel hely, egy közösségi tér, ahol a különböző művészek leülhetnek. De azt kell mondjam, hogy uh, Ernővel, hogy ha mi nem lennénk tagozatvezetők, talán sose találkoztunk volna, sose beszélgetnénk, és így vagyok a többi tagozatvezetővel és egészen fantasztikus embereket ismerhettem meg. De ezt a fajta nyitottságot, ezt a lehetőséget meg kéne adni valamennyi akadémikusnak. hogy mi évek óta kezdeményezzük, hogy legyen egy akadémiai klub, akár a Bajza utcai épületben, ahol lehetőség van, a heti rendszerességgel össze tudnak ülni, és spontán beszél beszélgetni egy kávé mellett a akadémikusok, hogy kialakulhassanak ezek a, ezek a közös kölcsönös gondolatokból, valami fajta közös projekt gondolat. Nagyon nehéz valóban, tehát mindenki éli a saját életét, saját világát, nagyon ritkán találkozunk. Gyakorlatilag a rendszer nem nagyon teszi lehetővé, hogy közös projekteket hozzanak létre a tagozatok, hiszen ahogy mondtam, mi már a 24-es, bocsánat, már nem is a 25-ös évet tervezzük, tehát ahhoz nekünk már most beszélgetni kéne a többi tagozattal, hogy mit gondolunk 25-ről, van-e olyan ötletük, amit együtt kéne, hiszen ennek pénzügyi vonzatai vannak, ezt együtt kéne kitalálni, már most másfél-két évre előre kéne gondolkodni. Egyelőre nem nagyon látom, hogy ez hogyan valósulhatna meg. Abban bízom, hogy a, a, egykori legendás Kecske utcai összejövetelekhez hasonló, nyilván nem ugyanaz, de egy hasonló spontán beszélgetős klubot össze tudnánk hozni, ahol le tudunk ülni beszélgetni végre. Trisám, megválasztott elnökünknek, Túri van vannak ezzel kapcsolatban határozott tervei, ezt már több fórumon is hangot adott neki, úgyhogy számíthatunk rá, hogy itt lesznek aktív lépések, és akkor talán erre több Elkezdtük, elkezdtük, csak sajnos megint tagozaton belül, ugyanis ott is felmerült az az igény, hogy ne a hivatalos tagozati programot beszéljük végig és szavazzunk, vagy véleményt mondjunk pusztán, hanem beszéljük ki egymás között akár a különböző műfai problémákat, mert ez elindult, de mondom, még mindig csak így tagozati berkeken belül. Nekem személy szerint abból a szempontból van a szerencsém, hogy én 7 évig voltam felügyelő testeti tag, és nem csak udvariasságból, hanem kötelességemnek is éreztem, hogy a különböző tagozatoknak az üléseire elmenjek, és belehallgassak, hiszen az alapmotívum, az majdnem minden tagozatnál ez a kötelező penzum, az ugyanaz. De mondjuk nem mondhatnám el, a kollégák tekintetében talán inkább baráti közeledések vannak, ugye a különböző tagozatok között, tehát akár a képzőművészekkel, akár a zenészekkel, akár irodalmárokkal, nincsen, hogy szervezett vagy átgondolt ilyen közös tervezések. Azok nem voltak még, sajnos. De igény az van rá. Hirtés. Igény van rá, idő mindig úgy tűnik, hogy kevés, mert amikor befejezzük ezeket a hosszant Tartó szavazásokat, és ezzel kapcsolatos vitákat, akkor már mindenki, mint a Katapultból lőtték ki őket, úgy igyekeznek elhagyni a termet. Na most úgy tűnik azért erről egyre több szó van, úgyhogy tegyük bele ezt is a 24-es tervek közé. Mi és akkor, akkor fordulunk is rá itt Az záró. talán két kérdés még engedjenek meg. 24. Mi jut eszük be a terveik közül, amit úgy kiemelnének, ami elárulható ami. Valószínűleg meg is fog valósulni, mit emelnének neki, mik a fő tervek. Én mindenképpen ezt a Harson ünnepet, amit nagyon régóta szervezünk, nagyon komoly munka van mögötte, azt gondolom, hogy ez egy olyan országvilág előtt bemutatható program lesz, ami különleges, ami máshol nem hallható, olyan dolgok fognak elhangzani, amik méltók arra, hogy egy ünnepi hangversenyen fölemeljék a, a Harsonának a fényét, és beragyogja ezt a hangszert. Azt gondolom, hogy ez lesz az egyik legjelentősebb koncertünk az elmaradt programjainknak a folytatása, mert ezeket nem volna szabad feladni. Aztán a pályázatoknak a menedzselése. Tehát, hogy bejött igények, most ugye egy kicsit több pénzt kaptunk. Kicsit több pénzt kaptunk, ami érezhető, ugye mind a pályázatok lebonyolítására, mint pedig különböző művészeti szervezeteknek a támogatására is. Különösebben mást nem nem tudnék mondani, tervezgetünk. Én lehet, hogy nagyon korán fújom meg a hasonlát, de már több helyen elmondtam. 2026, Mohács. Jövőhöz képest két év. Semmit nem hallok még róla. Semmit nem hallok még róla, pedig hogyha itt akár a saját műfajomba, grafikában, grafikába, bármibe, ugye nekünk két évente biennáléink vannak, és azért mindig adunk egy-két vezércímet, ugye, hogy mire figyeljünk oda. Visszatérve egy kicsit, szintén a jövő évnek talán megvalósítható része, hogy ezek a Békés Csabai Biennálénak nevezett ugye ez régen szerveződött, amikor még Budapestet megpróbálták, még posgai idején megpróbálták ezt a centralizált szétveszíteni, és az ország egyik legmodernebb, legnagyobb nyomdája, a Kner, ugye ott volt Békés Csabán. Ez már az ötödik tulajdonos kezében van, tehát ilyen szempontból a helyszínt tartjuk, de kötelességünk volt mindig fölhozni ezt Budapestre, ugye a megfelelő látogatás. Most nekem az a tervem, hogy a Budapestet, vagy a régiók vonalába, vagy az egyetemi városok vonalába próbáljuk tágítani, hiszen az egyik legsikeresebb ilyen Budapeste felhozó kiállításunk az volt, amikor az ELTE aulájában csináltuk meg ezt a kiállítást, és ott kérem szépen négyezer ember vonul át minden nap ezen az aulán, ráadásul az emeleti szinte, még a büfé is ott van, ugye, ahol minden nap jönnek, és például a plakát műfajába ezt a fiatalok nagyon szeretik, tehát nagyon értik is. Tehát én, én, direkt elmentem onnan a büféből nézegetni, hogy bizony megállnak és körbejárják és nézegetik. Tehát az egyetemi városok bevonása ezekbe a dolgokba, ami azért sok esetben a régiókkal is ugye találkozik, nem minden esetben, de hát ugye a régiók úgy alakultak, ahogy a Tudományos Akadémiával tudtunk fúzionálni. Ezt, ezt én nagyon komolyan gondolom, hogy nyissunk, és megint a vidék felé. Zárásképp pedig egy kicsit saját magukról. Milyen projekten dolgoznak, vagy mik foglalkoztatják most önöket leginkább művészeti életükben, pályájukban? Mi a jelen? Hát az a hihetetlen, hogy felvetetted ezt a Mohácsot, mert én mielőtt elutaztam volna Kínába, kezdtem el írni a Mohácsi Requiem című nagyszabási művemet, pontosan 26-ra gondolva, ami egy, egy túl a, a latin rekviem szövegen, magyar irodalom remek műveivel és sok minden mással lesz megspékelve, azt gondolom ez lesz az én opus magnumom, a nagy, nagy művem. Nincsen semmilyen felkérésem rá, semmilyen ígéret az előadásra, de nekem ez egy régi vágyam volt, hogy belevágjak egy ilyen, egy ilyen mohácsi rekviemben, aminek a vége, azt azért elárulhatom, nyilván egy pozitív kicsengés, egy felemelkedés, egy újjászületés lesz. Úgyhogy én ezen dolgozom, nagy örömmel, azt kell mondjam, tehát egy ilyen szívbelengető munka, ez most, ami engem foglalkoztat egy ideje. Én bele vagyok fulladva évek óta háromfélig kész könyvembe, tehát hogyha egyel előre tudok haladni, ez már jó lesz. A másik, hogy ha csak a saját műfajamat, a grafikát veszem alapul, ez is számtalan területre bontható szét. Van, amelyik reflektorfényben van, valamelyikről elfeledkezünk. Például most veszőperipám az, hogy mondjuk a külföldi listintézetek felé, amelyben kiállítási igényük van, preferáljam a magyar bélyegművészetet, ami páratlan, és ugyanakkor ország, országimás. Mégpedig nagyon komoly az, ez az egyik. A magam dolgában pedig egy olyan kis területre készülők és egy kis kamara kiállítást csinálnék, ami egy kicsit az ünnepnapokhoz kapcsolódik, mondjuk az okleveleink. Ok Tehát ez a műfa is lefele megy. Lefele megy, pedig óriási példák vannak rá. Hát magam annak idején, amikor ugye nem volt számítógép segítség, hanem mindent kézzel, kaligráfiával festve, mint a én Jehudi vagy Osztáknak, vagy Eszpiginek csináltam az Ene Akadémiának tiszteletbeli tanári és egyéb okleveleket, de önkormányzatoknak is, vagy pedig klinikák, akik a világba küldték szét ezeket. És egyszerűen azt látom, véletlenül belenézve a tévéképenyőbe, amikor valamit átadnak, hogy na hát, szóval lehetne ez jobb is az alkalomhoz illően, hogy fölhívni erre a figyelmet, hogy itt főleg egyedi esetben olyan lehetőségek vannak, amire nem veszik a fáradtságot valahogy. Tehát ez egy, egy, másik olyan dolog, hogyha meg tudom valósítani, akkor egy ilyen kis kiállítást csinálnék, és azt azzal kezdeném, hogy a magam gyűjtenyémvel lévő 16. századi vagy, vagy 19. századi okleveleket bemutatnám, hogy ez a műfaj milyen volt valaha. És hogy most hol tartunk, hogy lassan már egy buszbérletet adunk át, vagy, vagy akár az, hogy a, az egyetemi oklevelek milyenek voltak, most meg olyan, mint egy leckekönyv, ugye ez az egész dolog, és hogy ez emeli ennek az egész dolognak a méltóságát bármihez kapcsolódva, és úgy érzem, hogy, hogy nem volna káros fölhívni a figyelmet erre a fajra is. Vannak nagyon jó alkotói. Sára Ernő, Tóth Péter, Dagozat vezető urak, kívánom, hogy ezek a személyes tervek is, és a tagozati tervek is megvalósulhassanak. Köszönjük még egyszer, hogy időt szántak rá, hogy ezt a beszélgetést végigcsinálhattuk. Áldott békés adventet kívánok Önöknek, azoknak a nézőinknek, hallgatóinknak is, akik még ebben az időszakban tudják megtekinteni ezt a videót, akik egy kicsit később, azoknak pedig boldog új évet. Köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk máskor is.